Énekszótól volt hangos a Györkönyi templom a mikrotérségi kórus találkozó alkalmával, melynek több éves hagyománya van már. Most már 9. alkalommal szerveztük meg, 2013-ban volt az első, és itt a helyi környékbeli kórusok szerepelnek, jönnek össze minden évben, és mutatják meg, hogy hova fejlődtek, vagy hova fejlődtek vissza, majd kiderül. Györkönyi a rendezvény, minden falu legakusztikusabb helye az a templom. Györkönyben ez az egy templom van, úgyhogy egy kizárásos alapon maradt ez a templom. Egyébként egy nagyon barátságos gyülekezet, az evangélikus gyülekezet, és mindig nagy szeretettel befogadják ezt a rendezvényt. Az előző évek programmenetét követték a szervezők a rendezvény összeállítása alkalmával. Vagy idei évben 8 kórus fog énekelni. Sajnos egy betegség miatt egy zenei produkció el fog maradni, egy zenekari produkció, ahol egy hangszeres zenésztársunk kidőlt teljesen, úgyhogy ezt nem tudjuk megcsinálni, ezt a műsorszámot, de a többiek itt vannak. A kórusok azok szerepelni fognak. Minden évben van egy zenés produkciónk is, kicsit színesítsük az a cappella éneklés mellett, legyen egy kis hangszeres dolog is, és most ez sajnos nem lesz meg, vagyis ez sem igaz, mert egy kis általános iskolás kislány, aki szaxofonozik, bocsánat, ő bevállalta, hogy megmutatja, hogy mit tanult eddig a zeneiskolában, hogy végül is mégiscsak lesz egy hangszeres produkciónk is. Most már kialakult, igen, egy állandó csapat. Eleinte igyekeztünk mindig hívni vendégeket messzebbről, főleg német nemzetiségi kórusokat próbáltunk ide hívni, mert a falu egy német nemzetiségi település. A Györkönyi Vegyeskar is egy német nemzetiségi hagyományőrző kórus. A csoportok nagy része viszont keresztény énekar. Szerettük volna egy kicsit a győrkönyi német hagyományokat ápolni, viszont olyan sokan lettünk itt a környéken közben az évek alatt, hogy annyira elhúzódott a műsoridőnk, hogy most már le kellett szűkítsük a keretet, úgyhogy az utóbbi időben már csak így magunk között vagyunk. A Györkönyi Vegyeskar számára, akár csak a meghívott kórusoknak, ösztönzők az előre kitűzött programok. Heti egyszer próbálunk, 15-6 tagja van a kórusnak, nyilván ez nem tűnik olyan soknak, viszont ezért egy ekkora faluban ez egy igen nagy létszám, főleg annak fényében, hogy működik itt a faluban egy másik énekes csoport is, a Pincegyi Cimborák, akik meg csak férfiakból álló 18 fős csapat, de a győrkönyek nagyon szeretnek énekelni. A Györkönyi Vegyeskar ez inkább itt a nemzetiségi napokon, a templomi alkalmakon, karácsonykor szokott énekelni, illetve időnként másik német nemzetiségi településektől vagy testvérgyülekezetektől szoktunk meghívásokat kapni, és akkor ott, illetve van ez a rendezvényünk, úgyhogy kicsit korlátozottabban tudja magát megmutatni, azért is találtuk talán ki, vagy azért csináltunk rendszert ebből a találkozóból, mert erre minden évben tudunk készülni, érdemben van miért dolgozni. A 9. alkalommal megszervezett mikrotérségi kórus találkozó az előző rendezvényekhez hasonlóan tárt kapukkal várta az a cappella éneket kedvelőket a település evangélikus templomában. A rendezvény célja a baráti kapcsolatok ápolása mellett, hogy legyen olyan alkalma a térség kórusainak, ahol kizárólag ők vannak a középpontban. Hajdanában 10 évvel ezelőtt, ugye, mert egy kórus találkozón kimaradt, azért 9. alkalommal fogalmazódott meg ez az ötlet, hogy nagyon jó lenne ez a kistérségi vagy mikrotérségi kórus találkozó, mert vannak falunapok, és a kórusok készülnek rá, de a sok találkozó meg ismerősök révén nem nagyon figyelnek a kórusokra.
és akkor döntöttük el, hogy csináljunk egy olyat, amikor csak ők vannak a középpontban, és az a kórusok ünnepe. Ez egy nagyon nagy feltöltődés úgy a kórusoknak, úgy, mint akik részt vesznek benne, lelkileg is és szakmailag is, mert meg lehet figyelni, hogy a 9 alkalom alatt a kórusok mennyit fejlődtek, nagyon sokat. Vannak fiatalabbak is, meg idősebbek is, vagy régebb volt a fiatalok, de akik szívügyének érzik a kórusban való közösségben való éneklést, azok szívesen vesznek részt ilyenen. A hagyományszerű találkozó persze nem csak az éneklésről szólt, baráti beszélgetésekből sem volt hiány. A kórusok folyamatosan énekelnek, megvan, hogy mikor ki, és utána pedig egy közös vacsora kíséri az egész rendezvényt, ahol még tudunk beszélgetni, és a kórustagok is egymással. Természetes, hogy közösségben élünk, és a közösség az nagyon fontos az embereknek, a lelkének is. A 9. mikrotérségi kórus találkozó a házigazda Györkőny 2 kórusán kívül Tengelic, Kajdacs, Pusztahencse és Nagy Dorog 2 kórusának részvételével zajlott.